Lezárult az előkészítő osztályokba való beiratkozás folyamata. Kolozs megyében minden igényelt magyar előkészítő osztályt jóváhagytak, sőt, egyik belvárosi iskolában a nagy gyereklétszámra való tekintettel egy osztály helyett végül hármat indítanak. A Kolozs megyei tanfelügyelőség ugyan még nem publikálta az előkészítő osztályokba való beiratkozás végleges eredményeit. Az első forduló után kiderült, hogy átszervezésre van szükség a belvárosi magyar iskolákban. A kolozsvári Apáczai Csere János elméleti líceumban a nagy létszám miatt egy osztály helyett három osztály fog indulni ősztől. Erről tájékoztatta híradónkat Török Zoltán, Kolozs megyei főtanfelügyelő helyettes. Elmondta, a vártnál több beiratkozó esetében előfordulhat, hogy az iskolák még kapnak osztályt. Erre korábban is volt már példa. Ennek örülünk, de viszont a hátránya az, hogy ebből kifolyólag lesznek osztályok, akik szeptembertől sajnos délután kell, hogy tanuljanak. És ez úgy gondolom, hogy egy hátrány. De öröm, hogy van gyerek, és a másik, amit ki szeretnék hangsúlyozni, hogy mindegyik iskolába, a kolozsvári iskolába beindul az előkészítő osztály. Török Zoltán hozzátette, a megye többi magyar előkészítő osztályaival sincs gond. A korábbi évekhez hasonlóan azokban a vidéki iskolákban, ahol nem volt meg az elegendő létszám a külön osztály indításához, ott összevont osztályokban szimultán oktatás fog működni két, akár három évfolyamnak párhuzamosan. A Kolozs megyei RMDS is kiemelt fontosságúnak tartja azt, hogy a megyében mindenhol anyanyelvükön tanulhassanak a magyar diákok. A tavalyi évben a Kolozs megyei képviselők tanácsa, az MKT elfogadott egy olyan határozatot, amelynek értelmében fokozott figyelemmel követjük az iskolai beiratkozásokat, iskolai és óvodai beiratkozásokat. Az a célunk, hogy folyamatosan értesítsük a partnereinket, a helyi szervezeteinket, amikor határidők vannak, hogy fel tudják hívni a lakosság, így a szülők figyelmét arra, hogyha éppen magyar osztály indul, vagy éppen az az időszak van, amikor igényelni kell a magyar csoportokat, a magyar osztályok elindítását. Antal Géza hozzátette, nagyon fontos a magyar osztályokba való beiratkozás, még akkor is, ha csak összevont osztályokban tanulhatnak a diákok. Az YZ intézet által készített interaktív térképen jól látható, hogy a megyében hol fog indulni magyar előkészítő osztály a 2020-2021-es tanévben. Minden olyan településen, ahol jelenleg nincs, de igény lenne a magyar osztályok létesítésére, a szülők forduljanak a helyi RMDS képviselőkhöz.